Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pélpul című műsorunkat látják, M. Kende Péter vagyok, és ki mással beszélgetek, mint Kardos Péter főrabbi vagy. Szervusz Péter, üdvözlöm. Szervusz, és Gut Shabbos már előre is. Előre is Gut Shabbos, így igaz. Azt találtam ki, hogy egy kicsit toljuk a heti szakaszról való beszélgetést, hanem legelőször a tegnapi napodról szeretnélek kérdezni. Egy emlékműoltáson vettél részt a Városmajorban. Beszélj róla akkor először, hogy mi is volt ez, aztán majd kérdezek. Hosszú-e? Az előzménye nagyon hosszú. Hát igen. Tegnapi akkor... avatás, amíg eljutott oda, hogy felavassák. Hát, az a legszörnyűbb, hogy akkor nem is kell kérdeznem. Igen. Kezdődött a Turul szoborral, igen. Ugye? Pontosan. 12, Budapest főváros 12. kerülete. És a Turul szobron nevek sorakoztak, és ez egy második világháborús emlékmű néven született meg. Tegyük hozzá, nem a mostani polgármester, hanem az előző polgármesternek a engedélye alapján. És egy író évekkel később felfedezte, hogy a mostani polgármester nagyapja az nem csak nyilas volt, hanem Kun Páternek fegyvertársa, és részt vett a Városmajor utcai vérengzésbe 78 évvel ezelőtt. Akkor a polgármester nyilatkozott, és megmondta, hogy le fogja vetetni a nagypapa nevét arról az emlékműről, azonban az ellenzék nem elégedett meg ezzel, mert felfedezték, hogy azért még vannak nyilasok is azon, mások is. És akkor végül az önkormányzat, itt most összefoglalom egy mondatban, ami évek alatt történt, önkormányzat úgy döntött, hogy egy másik emlékművet fognak állítani a kerületbe, amelyeken a zsidó áldozatok is, ilyen néve, hogy a zsidó áldozatok is rajta lesznek, és általában a kerület volt lakosai vagy nem lakosai, akik ott haltak meg, ott gyilkolták meg őket, a kerületbe. Na most ez az új emlékmű, amely egy rendkívül jó helyre került, nem csak azért, mert ez a Jézus szíve templom előtt áll, ahol zárójelbe téve Kun Páter is egy ideig szolgált, hanem néhány 10 méterre van a Maros utcai kórháztól, néhány 10 méterre az Alma utcai, Városmajor utcai szeletet otthontól, és néhány 10 méterre a volt Bíró Dániel kórháznak a jelenleg üres telkétől. Tehát jó helyen van, ja és még Le Havdil, és néhány 10 méterre az ottani nyilasháznak a jelenleg parkolónak használt területétől. Ki gondolná, és ez feltűnik minden ős budapestinek, hogy és ezt a tegnap a polgármester hangsúlyozta is, ez a kerület, hát ez a legkiegyensúlyozottabb, az úri közönség, hát a hegyvidék, ugye, a ideális paradicsomi Budai állapotok. Budai úri középosztály. És utána a legnyilassabb kerület lesz Budapesten. Tehát ez teljesen egy váratlan fordulat, hogy hogyan omlott össze ez az úri légkör, egy pillanat alatt 44-be. Erről is szólt az ő tegnapi avató beszéde. Tehát végül is most áll egy emlékmű a Csaba utca és a Maros utca sarkán, amit jó szívvel ökuménikus formában avattunk fel, ami 4 egyház képviselői vettek részt, és mondottak áldást az emlékműre, illetve hát ki mire? Szerinted... Ne hangozzék szerintelenül, hogy a saját áldásom szöveget idézném, tudnilik. Meg volt előre határozva, hogy milyen sorrendben beszélnek a pap kollégák. És veled zárult kiderült, a sor. Nem, velem zárult, mert
elcseréltem a helyi plébánossal, aki annak a Jézus szívet a plébánossával, mert ő akarta zárni. Kiderült beszéd közben, hogy joggal akarta tudni, hogy ő felszentelte úgy, ahogy a katolikusok felszentelnek ezt az emlékművet, és én pedig akkor utána beszéltem egy kicsit ilyen kakukktojásként, és miután én nem akartam, hogy átfedések legyenek a beszédekbe, később kiderült, hogy nem volt okom rá, hallgatva a többieket, én beleszőttem a beszédembe Ukrajnát is, eltérően tőlük. Igen. Úgyhogy ők tényleg ragaszkodtak a bibliai idézetekhez, én a liturgiából idéztem. Liturgiából idéztem a mostani katolikus gyakorlatot, ugye, ó, vinomál kénu, atyán királyom, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, összekötve az ovinumál kínű sebásomáim, viszkadás sömé rabó. A kettő csak így úgy nézett ki, hogy egyforma liturgiánk, mert a mi atyánk és atyán királyunk, ez csak egy szinonima. Azt szerinted egy ilyen emlékműnél meg kell külön jelölni, hogy a második világháború, vagy a, ennek a szomorú időszaknak a zsidó áldozatait emlékezzünk meg? Feltétlenül. Tudnilik, én, a Bika, elmentem az emlékműhöz már hetekkel előbb, és elolvastam a szöveget, és csak az volt, átküldték a önkormányzati jegyzőkönyvet, ami erről szólt, és a szövegét az egésznek, és ott nem volt az, hogy a zsidó áldozatok. Tehát az a szó, hogy zsidó nem volt, és szerintem hangozik, miattam, és szóvá tettem, és akkor miattam halasztották el egy-két héttel az avatást, és utólag odaértek, hogy a zsidó áldozatok. Hát hogyne, hát a, hogy mondjam, a legtöbb zsidó áldozat az a 12. kerületben volt. Tehát jó, azért szükségesnek tartottam. A véleményedre tartottam. Voltam csak kíváncsi, nem akartam semmilyen, ezt most nem provokatív módon tettem föl ezt a kérdést. És kevés olyan, ahogy személy szerint is érintve vagyok, ez egy olyan eset, a személy családi kötődésem van a mártírok között. Mennyire fontos egy ilyen emlékmű? Kell ezt látogatni, vagy pedig elegendő az, hogy az emberek elsétálnak mellette, megállnak, megnézik, megállnak, esetleg elolvassák. Kérlek szépen, ha átböngészed a neveket, egyébként ugyanolyan módszerrel készült, nem felvésve, hanem egy szallagos módszer, mint a turul körül, ilyen alig olvasható, csak nagyon közelről lehet látni. Látsz kimondottan zsidó neveket is, és polgári neveket is, tudnélik, nem, ez nem egy zsidó emlékmű. Ez egy különböző vallásokhoz kötődő, hát ezért volt ökuménikus avatás is. Úgyhogy ez itt rendben van, tudnélik, itt most már kiszűrték, hogy nyilas azért ne kerüljön fel erre, azért ez mint nagyon a jó turulra. Dolog. Azért ez nagyon jó dolog. És ugye azért avatták ezt többek között tegnap, mert ugye mégiscsak a holokauszt nemzetközi emléknapja volt. De ugorjunk egyet vissza, még egy kicsit az időben. Életmenete budapesti vonulása volt. Mit gondolsz? Az időjárástól miatt nem voltak elegem, tehát hogy nem tudtak elmenni sokan, mert előtte nem sokan volt egy nagy jégeső zápor. Tudom. Milyen volt a tömeg, már mekkora tömeg volt ez? Hát az eddigihez képest kisebb. Igen. Sőt, akkor úgy mondanám, hogy sokkal kisebb. Hát azért emlékszem 70-80, akár 100 000-es vonulásokra is. Tudnilik, de itt hogy mondjam, azt mihez gondolod, kössük? Azt gondolod, hogy az időjáráson túl is valami közre játszott abban, hogy nem mentek el elegen? Biztos vagyok benne. Szerinted mi lehet az oka? Én erre vagyok kíváncsi.
Tudom, majd adás után megmondom neked. Jó, értettem. Kielégítő választ fogok utána adni. Jó, megértettem. Mi az, ami neked hiányolt, amit te hiányoltál mondjuk az életmenetén, a több emberen kívül? Mert egyébként, ha jól emlékszem, azt mondtad itt hétfőn, hogy a szervezés maga volt a tökély. Hol mondtam? Lehet, hogy mondtam, mert tényleg ez a véleményem, nem emlékszem, hol mondtam, de tökéletes szervezés volt, aminek egyik, jön a kardosi Rási, egyik oka volt, hogy nem voltak annyian, mint azelőtt, tehát könnyebb volt a szervezők dolga, de ténylegesen hibátlan. Szóval olyan rendezés, már-már lengyel színvonalú, és akkor ezzel, ahogy a múltban mondtam, akár a színház, akár holokauszt megemlékezés, akár a varsói gettóról való megemlékezés, profi. Értettem. Jó, akkor nézzük a heti szakaszt. Ahari Mot heti szakaszát olvassuk a héten, és most nézzek rád nagy szemekkel. Mielőtt visszanéznék nagy szemekkel, vagy kisebb szemekkel, megkérdezném, hogy az elődöm, akivel azt hiszem szintén a heti szakaszról beszéltem, ő hogy ejtette ki? Ahari Mot vagy Ahari Mois? Nem emlékszel? Nem. Jó, hát akkor nálunk legyen Ahari Mois. Jó. Szóval ebben a heti szakaszban is van több olyan rész, amit esetleg érdemes megemlíteni, nem esetleg, sőt, kell is megemlíteni. A dologban úgy az a szép, hogy véget ér Pészach, és akkor itt mindjárt ebben a heti szakaszban Jom Kipúrról is olvashatunk. Egyébként az egész Pészach utáni időszak, maga a Pészach és a Pészach időszak annyira eseménydús volt, egymás hegyén hátán, hiszen hát a Pészach vége, elkezdődik a Szefíra számolás, ma egyébként zárójelben péntek és 13-a van, zárójel bezár. És segíts, bocsánat, hadd segítsek a nézőknek. Nyugodtan, kedves Rási kollégám. A péntek 13-a, ne jegyenek meg, ne kezdjék el a naptárt nézegetni. Ómert számlálunk, és Ómer 13. napja van, és péntek. Igen, figyelek. Azután Jom HaZikaron, Jom HaShoah, Jom HaAtzmaut, akkor emlékműavatás, életmenete, és ez mind itt két héten belül zajlik, ami hát ugyancsak némi koncentrációt követelt azoktól, akik aktív részesei voltak. Volt, amikor időpontütközés volt, volt, amikor politikai, izraeli politikai okok játszottak közre, hogy nem a tervezett megemlékezés történt, nem a tervezett miniszterrel. Úgyhogy nagyjából kis ennyi. Kis laza heti szakasz, akkor most lehet lazázni. Olvashatunk Jom Kipúrról, olvashatunk a bűnbakról. Igen. LMB P-ról. De tényleg olvassunk a bűnbakról, nem fogunk politizálni, tehát eszem ágában sem. Már politizálsz. Persze, Géza, azért Géza mondtam. Már politizál. Ugye, mert nekem tegnap este jutott eszembe, hogy hű, tényleg a bűnbak, és ugye mindig kell, hogy legyen, akit bűnbaknak kiáltunk ki. Én nem vagyok pszichológus, csak amatőr. Ez annyira életszerű és logikus, hogy senki nem önmagába keresi a baj okát, hanem bűnbakot keres. Mert ezzel elhárítja, akkor is, ha 100%-ig ő az oka, de akkor is van egy olyan ok, XY miatt van, vagy XY-ék miatt van, ez a bűnbakkeresés, ez egy hárítása a felelősségnek, ami mióta a világ szerintem ez van és lesz. Volt, és ebből ugye az is következik, hogy a zsidók sem különbek másoknál. Na várjál, az igazság kedvéért azért. Létezik bűnbak, csak nem annyi, amennyit idéznek. Hát azért van bűnbak. Hát ne haragudj. Persze. Ha megyünk is, és te kiteszed a lábad, hogy elgáncsa és elesek, hát azért azt te csinálod. Szóval azért ne. Bocsás, ne képezz bűnbakot. Ne, akkor fogalmazzunk másképp. A bűnbak és a bűnös között azért van különbség.
Mert aki a bűnt elkövet ki, az bűnös. Akire meg azt mondom, hogy tudod, mit vidd el a balhéte, itt többször idézőjelben meg minden, tegyünk különbséget, az a bűnbak. Na? Igen. Jó. Tehát ha én elgáncsorlak téged, akkor én bűnös vagyok, nem bűnbak vagyok. Hát igen, most direkt mondtam egy ilyen éles izit, tehát ezek léteznek. Hát, persze, mind, ezért... Viszont... Az a bűnbak nem azt jelenti, hogy ez egy hamis, nem igaz. Létezik igazi bűnbak. Hát a heti szakasz egyébként, ami igencsak gazdag tartalmába, gyakorlatilag amikor tanítok Tórát olvasni, lejnolni, praktikus okokból azokat a heti szakaszokat választom meg a tanítvány számára, ami praktikusan esetleg minimum kétszer vagy többször is elhangzik egy évbe. És az egyik ez a Zacharé Majsz, hiszen Jan Kiper Minchánál délután ebből olvasunk bizony fel, csak nem a bűnbak fejezetet. Ebben a heti szakaszban is olvasunk Áron két fiáról. Hát a Zacharé Majsz halál igen, után. Pontosan. És a bűnbak vagy bűnös. Ugye ez a két ember, Áron két gyermeke, akik tűzhalált halnak, mert valami olyasmit csináltak a Szentek Szentjében, amit nem kellett volna. Ugye ezt a kérdést nyitva hagyja a Tóra? Nyitva hagyja, és a magyarázók fűznek hozzá különböző okokat. Hát az egyiknek az az oka, hogy nem szondáztatták meg őket, mielőtt a szentélybe léptek, hogy most abszolút átugorjak évezredeket, tehát hogy általában alkoholt fogyasztottak szolgálat előtt. Na most ez azért érdekes, mert nincs meghatározva, hogy hány százalék a tolerancia az alkoholfogyasztása, mint a gépkocsi vezetőknél, de az a vallás, amely a bort és a borral szentel meg ünnepeket, szombatokat, és búcsúztatja a szombatot, az ilyen büntetéssel sújtja azt, aki bort fogyaszt, mielőtt szentélybe lép. De az is kérdés, hogy ez a két ember, tudom fokozni, hogy hibázott, és általában irigyelte a két vezetőt, vagy bűnösök voltak, mert ugye vannak olyan olvasatok is, hogy két igaz emberről van szó, akik hát hibáztak, csak ők az ő, már bocsánat a kifejezésre, szakmájukban hibázni nem lehet. Ne haragudj, ha figyelmeztetlek, a rabinak nem illik ilyen kérdést föltenni, hogy bűnösök voltak-e. Ha Isten elpusztítja őket, akkor nincs másodfokú bíróság, mert nem lebezhettek fel, nem fellebezhettek. Hát akkor bűnösök, azt kell elfogadni, hogy bűnösök voltak. Hát bűnteleneket nem pusztít el Isten. Na most akkor lehet itt vitatkozni, de melyik bűnük miatt? Igen. És hogy halállal? Hát, hogy mondjam, ennél nagyobb büntetés nincsen. Azzal, hogy esetleg alkoholos állapotban, idegen tüzet vittek be, irigyelték Áront és Mózest a vezetői tisztségükért, hogy ezzel halállal lakolni, ez, hogy úgy mondjam, a maximum. És akkor ilyenkor per újra felvétel sincsen, most így, hogy akkor most tárgyaljuk újra. Nem, ez felér a statárium. Jó, értek. Felfüggesztett sincsen, úgyhogy nehogy most azt dobd. Jó, nekem egyébként mondom, ez a bűnbak, meg a három fiának a tűzhalála volt az, ami engem megfogott ebből a heti szakaszban. Engem ez a kecske, meg egyéb bűnbakoknak, meg a gepóre, ugye a kakassal, meg a tyúkkal, erről már kifejtettem a véleményemet, az, hogy egy állat élete árán az vigye el az én bűnömet, hát ha ez van a Tórában, akkor ez van a Tórában. Gondolhatsz bármit, de hát az nem változtatja ez meg pontosan a szöveget. Te mi az, amit mondjuk például, hogy én most pénteken ebből a heti szakaszból kiemelnél? Ha erről fogsz
beszélni a híveknek? Valószínűleg erről fogok, de ebből aktualizálni nem igen. Nem kell aktualizálni. Melyik részt fogod kiemelni? De olyan beszédet én nem tartok általában. Nekem az a módszer, hogy valami a való világhoz, való világ, valósághoz köti. Most a lét a tét, már bocsánat. Tehát azért nekem azt szeretem, hogyha aktualizálni lehet tudni. Egyrészt jobban megjegyzik a hívek, ha valami olyanhoz fűződik, ami az ő napi lelki vagy észgyakorlatuk. Mert ha csak a heti szakaszból idézek, csak a Bibliából idézek, mindenféle napi aktualitás nélkül, szerintem az szkriptat elszáll a híveknél, és vagy nézik az órájukat, tanított bennünket Benesovszky Imre a rabbi képzőbe, vagy az órájukat nézzük, vagy köhécselnek. Akkor vegyük tudomásul, hogy nem figyelnek már. Arról már nem beszélt, hogy mi van, ha azzal kezdődik, hogy már köhécselnek, már órájukat nézik, mikor felmegyünk a szószékre, az a legrosszabb előjel. De ő ezt mondta, hogy szóval minden tanította a prédikációval járó különböző fogásokat, nevezzük így, a könyvfacsaró prédikációtól a nevettető prédikációig. Mi a határa a könyvfacsaró prédikációtól, és mi a határa a nevettetőnek? Egyébként van, milyen példát mondott, ez csak kíváncsi vagyok. Élő példát, sőt, akkor élt is az a professzorunk, aki ő volt a nevettető maszkír beszélő, a rabbi képző zsinagógájában beszélt rendszeresen. Ő volt mondjuk a rabbi képző zsinagógájának, talmudot tanított, rendkívül szarkasztikus és szójátékok, humor, már sokszor beszéltem róla, és akkor ő mondta, hogy ő nem tanította a prédikálás, hanem mondja, hogy milyen emberek ezek, négyszer egy évben jönnek be a zsinagógába, mint hogy beugrunk a presszóba egy kávéra, úgy jönnek be maszkírra. Na itt a határa, ezt jelölte meg a határa a nevettetésnek, tehát nem izé kacagtató dolgokról van szó, hanem enyhe, gúnyos, tréfás, bántó az illetőkre, de mert voltak a négyes zsidók, akik a négy maszkírra jöttek csak el, semmikor máskor nem jöttek zsinagógába. Magán véleményem zárójelbe, Istenem, de szép volt. Ez a zárójel, mert tudnék, ma már onnantól kezdve, hogy maszkírt volt, ahol háromszor kellett tartani, mert munkanap volt hajnalban, délelőtt, este, és ma már részben a pandémia okán, de hát az félig az csak ürügy, hogy mondjam, nincs akkor sem. Van minyen. Amikor maszkír van, akkor lesz, biztos, hogy lesz egy minyen. Tehát már a zsuffolt zsinagógák, ahol az utcán állnak kint, mert maszkír van, ez már a múlté. Jó, de lenne. Logikus magyarázata van, ennek tényleg logikus magyarázata van. Hát a halachikus, meg nem halachikus zsidók, a vegyes házasságok, és így tovább, ne menjünk tovább. Jó az, hogyha nincs akkor ötemek. Hát abszurdum, még csak egy mondat hozzá. Ha november 1-én vagy 2-án tartanánk a maszkírt, sokkal többen lennének a zsinagógákban az alkalommal. Pillanat, akkor ha még mindig hitetlen vagy, akkor meggyőzésül, menjél ki a Kozma utcai zsidó temetőbe november 2-án. Ilyen tömeg még Szlichezkor sincsen, mint akkor, és a megfelelő felszereléssel, tehát mécsesekkel, virágokkal, tömegek be a temetőbe. Hát mi a furcsa? Jó, nem furcsa, de mégis furcsa. Egyáltalán nem furcsa, hát ez... Jó, úgy kérdezem akkor, jó az, hogy nincs ekkora tömeg? Tehát, hogy maszkírkor? Igen, vagy középútra gondolok, hogy nem annak kéne lennie. Tehát, hogy ne legyen az, hogy ippeg van minyen, de az se legyen, hogy zsúfolva vagyunk. Melyik a jobb ez? Tehát, hogy
Nem tudom. Hát nosztalgia és déjà vu szempontjából, amikor zsuffolva voltunk. Mert akkor nagyon sok zsidó ember gyászolt zsidó ősöket. Három pont. Jó van, na, megértettem. Bocsáss meg, de én nem csak neked beszélek, hogy tényleg? Adásban vagy. A fele figyel, azt hittem pedig. Teljesen elfeledkeztél róla. Bocsánatot kérek, kedves nézőik. Még azért létszés áruld el nekem, hogy ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy Ómert számolunk. Igen. És a Széder második estéjétől kezdve számoljuk az Ómert. Hogy milyen volt a Széder este? Nem találkoztunk azóta? De igen, de erről nem beszéltél. Kérlek szépen, a Seiber iskolába tartottuk a Szédert, olyan sokan voltunk, és maga a tökéletesség hangulatilag is, ezt onnan tudom, mert kommenteket olvastam utána, nagyon jól érezték magukat az emberek. Voltunk majdnem 60-an. Azt a mindenit. Úgyhogy el se fértünk volna a Tököli úton. Ez jó. Nekünk nem volt idegen a helyszín, hiszen 19-ben költöztünk el onnan 3 év után. Egy jó ideig oda jártatok. Igen. De persze bizonyítvány nem mutatott. Általában az iskola iránti rajongásomat bizonyítja, hogy nagy megkönnyebbüléssel léptem hát mindahányszor a küszöbét az iskolának, mert kifele nem mint befele. Tanuló voltam ott. Jó, értettem. Szerintem, miután nem árultad el, illetve azt mondtad, hogy valószínűleg keresel valami aktuális részt a mai közéletből, vagy a mai minket érintő hírekből, eseményekből, amivel összekötöd a heti szakasz, de nem árultad el. Úgyhogy most jó mérges vagyok, pedig kíváncsi lettem volna. Akkor ne legyél mérges, én mondom, magam sem tudom még, úgyhogy még addig több óra van, és addig még annyi esemény történhet, mert azért nem eseménytelenek a hétköznapok. De ne történjen olyan sok esemény. Na most esemény. Hát az aktualizálásban Ukrajna. Lehet, hogy a Pride-dal fogom összekötni. Jó. Mert hogy szó van ilyenekről. Jó. És ez biztos leköti a hívek figyelmét. Jó, nekem ez tetszik. Mert hogy Áron fiai elégnek meg a Pride a kettő között, hogy melyiket nagyobb érdeklődés, és ezt most ne taglaljuk a mai híveknek. Jó. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Én köszönöm a meghívást. Sabbat shalom, gut Shabbos. És kedves nézőink, ahogy szoktam volt mondogatni, tessék ellátogatni péntek este, szombat reggel valamelyik zsinagógába. Tessék elolvasni, tessék meghallgatni a heti szakaszt, tessék meghallgatni a rabbik beszédét, és jövő héten találkozunk újra. Köszönöm szépen. Sabbat shalom, gut Shabbos.